amikor nem tudunk elaludni, azt szokták mondani, hogy számoljuk meg a bárányokat, és közben majd álom száll szemünkre. Kérem, most senki ne aludjon el, mert következnek a pillangó csoportosaink, az álombáránykák. Kisebb gyermekek életében fontos ünnepségnek számítanak a farsangi bálok. Ilyenkor beöltözhetnek kedvenc mesehőseiknek, és önfeled szórakozással tölthetnek el egy délutánt barátaik és szüleik körében. Zombán is így tettek az óvodások és a bölcsödés gyermekek. Ovónőikkel karöltve vetették bele magukat a farsangi bál örömeibe. Sokat játszottunk, és sokat táncoltunk. És nagyon szép dalokat énekeltünk. Szép verset mondtunk, és sokat táncoltunk. A nagycsoportos lányok a Répa című mesét adták elő átdolgozva. És hogy mi tetszett nekik a legjobban a farsangon? Az énekek. Nekem az, ahogy a kistesom táncolt, és nem sírt, az előző farsangon sírt. Nekem az, amikor együtt mentünk itt körbe-körbe a színpadon. A zombai körzeti óda és mini bölcsöde intézményvezetője a műsorok után azt mondta, felüdülés volt a gyermekekkel dolgozni, mert amellett, hogy ilyen műsort összetudtak rakni, még játszva gyakoroltak is. A felkészülést már hetekkel ezelőtt megkezdtük. Úgy kezdtük az évet, hogy tartottunk egy szülői értekezletet, ahol megbeszéltük a szülőkkel, hogy ki mit szeretne, milyen elképzeléseik vannak, a gyerekek mit szeretnének, minek szeretnének felöltözni, és aszerint próbáltuk, a köré próbáltuk építeni a műsorunkat. Minden csoport egyénileg jött az ötletével, és egyénileg készült fel. A farsang a vidámságról, a bulizásról szól. Ilyenkor mindig másnak a bőrébe bújhatunk. Ilyenkor örülünk, hogy vége lesz lassan a télnek, jön a jó idő, és együtt örülünk. Reni Noémi azt mondja, azért is volt felüdülés a gyermekekkel dolgozni, mert érezte rajtuk, hogy ők is nagyon szeretik a műsor elkészítését. A gyerekeknek ez az egyik kedvenc programja. Ez a legkedvesebb, amikor barkácsolunk, amikor állarcokat készítünk, különböző állatok bőrébe bújunk. Ilyenkor minden verset, mesét szívesen hallgatnak, szívesen énekelnek, táncolnak velünk. Nem véletlenül esett a választás a Répa című mesére. A Halacska csoport tagjait ugyanis jó élmények fűzik ehhez a meséhez. Azért is választottuk, igen. Egy ismerték is ezt a mesét, szeretik is ezt a mesét, és ott a szülőknek is volt egy igényük, hogy adjunk elő valami történetet, legyen valami köré építve. Ennek volt egy előzménye, mi az egyik évben a Szomorú királylány és a Csodafurója című mesét adtuk elő, akkor a nagy csoportosainkkal, és ez nagyon nagy sikert aratott a szülők, nagyszülők körében, és most újra azok a szülők járnak a csoportunkba, azoknak a szülőknek a gyerekei, akik akkor is, és ők nagyon szerették volna újra átélni ezt az élményt, és ezért választottuk. A farsangi bálban a bölcsödések a Bogyó és Babóca meséit adták elő. A pillangó csoportosok álombárányoknak öltöztek, az almacsoportosok a tengeri állatokat mutatták be a legnagyobb csoport mellett.